Gólyafészek program 16 fiatalnak biztosít ingyenes lakhatást Vásárosnamény az év elején indult programnak köszönhetően. Megújult tornaterem, 45 millió forintból fejlesztették a Móricz Zsigmond általános iskola kertvárosi tagintézményének tornatermét. Biztonsághete, a katasztrófavédelem, a rendőrség és a Vöröskereszt is részt vett a programokon Szabolcs megyében. Tizenhat fiatalnak biztosít ingyenes lakhatást Vásárosnamény az év elején indult Gólyafészek programban. A Kölcsey Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A kezdeményezés célja, hogy helyben tartsa, valamint a városhoz és a Beregi térséghez kösse a képzett és dolgozni akaró fiatal párokat. A programban idén 8 ingatlant újít fel a Vásárosnamény önkormányzat. Ezek a főút melletti első emeleti lakások már készen várják új gazdáikat, míg ezek a templom melletti tantermek lakássá alakítása jelenleg is folyik. Az év elején kezdődött munkálatok során önkormányzati ingatlanokat alakítanak át azért, hogy ingyenes lakhatást biztosítva helyben tartsák a magasan képzett fiatalságot. Tudjuk azt, hogy a fiataloknak esélyt kell biztosítani arra, hogy a Beregben, Vásárosnaményban maradjanak. Épp ezért, ha nem is nagy létszámban, de 8x2 főnek, azaz 16 fiatalnak szeretnénk olyan lehetőséget biztosítani. Nyilván a merítési arány sokkal nagyobb, hiszen a projektben sokkal többen vesznek részt, de a végén 8-an juthatnak olyan lakhatási feltételekhez, amellyel egyértelműen a városhoz kötik majd magukat. Ez a 8 fiatal pár reményeink szerint főiskolai egyetemi végzettséggel kellene, hogy rendelkezzen, de ha nem, hanem érettségével rendelkezik, ugyanakkor megvan a szándék arra, hogy itt maradjon a térségben, a városban, és ezt már most önkéntes munkával, különböző projekteinkbe való bekapcsolódással alá is tudja támasztani, akkor az önkormányzat és a projekt nyitott arra, hogy a megélhetésükhez, a lakhatásukhoz egyfajta segítséget nyújtson. A városban 8 ingatlant újítanak fel teljes körűen, melyekben többek között a fűtésrendszer korszerűsítését, valamint a nyilászárók cseréjét is elvégzik. Ezek önkormányzati ingatlanok voltak. Érdekes módon van például 5 olyan tanterem is, amelyből most gyakorlatilag lakások születnek majd, hiszen látjuk azt, hogy szűkülnek a keresztmetszetek az oktatás területén, kevesebb a gyermeklétszám, ugyanakkor a korábban iskolaként használt területeket is átalakítjuk. Korrekt tervezéssel és megfelelő pályáztatással, tervekkel és azok megvalósításával szeretnénk az egyik területrészen 5 lakást kialakítani. A város 2 másik pontján pedig egyik helyen 2 lakást újítunk föl teljesen, a másik helyen pedig 1 lakás kerül felújításra, és mindemellett szeretnénk azt, hogyha a fiatalok átéreznénk ennek a súlyát, és érzik is, hiszen örömmel jelezhetem, hogy nincs már olyan városi program, amelyre a Gólyafészekben részvevők jelentős része ne jelentkezne be önkéntes munkára. Gondolok itt a elkövetkezendő autómentes napra, már ide is jeleztük, hogy várjuk őket, de itt volt a zuhárnapi sokadalom, és itt voltak az egyéb városi programjaink, amikor ők jöttek, jelezték szándékukat, hogy igenis, itt szeretnének maradni a városban. A polgármester hozzátette, az elmúlt időszakban egyre több olyan fiatallal is találkozott, akik külföldről tértek haza Vásárosnaménybe. 45 millió forintból újult meg a Móricz Zsigmond általános iskola kertvárosi tagintézményének tornaterme. A fejlesztés során speciális ízületeket kímélő parketta borításra cserélték a talajt. Emellett öltöző felújítás és tisztasági festés is történt az iskolában, valamint egy eredményjelzőt is elhelyeztek a tornateremben. A kertvárosi általános iskola alsós diákjai már boldogan játszanak az új padlón testnevelés órán. Az új burkolat közel 5 hónap alatt készült el a Magyar Kézilabda Szövetség, a Nyíregyházi Önkormányzat és a Nyíregyházi Sportcentrum közös pályázatának eredményeként. Ez 45 millió forintból újult meg, amelyek 13 millió forintos önrészét az önkormányzat biztosította. Ugye ez itt legalább 1000 négyzetméter, ahol most vagyunk. Itt teljesen kicserélték a földet, ami a sportpadozat alatt van, éppen azért, hogy ez a modern dolog, ami rákerült, az minél jobban védje a sportolókat, a gyerekeket a sérüléstől. Óvja azt, hogyha az ember rajta áll, akkor érzi azt, hogy van egy kis dilatáció benne, és az ízületeit ez védi és kíméli a nagyobb tehertételtől, tehát lehet érezni, hogy nem betonon, aszfalton vagyunk.
A fejlesztés során tisztasági festést is végeztek, megújultak a vizes blokkok és az öltözők, valamint egy eredményjelzővel is gyarapodott a tornacsarnok. Így most már a kertvárosi iskolában is minden adott az aktív sportoláshoz. Az intézmény tornacsarnoka 2003-ban épült, azóta folyamatosak itt a testnevelési órák. Azért az anyagok is változnak, tehát ezért olyan sportpadlót kaptunk, ami igazából térd, mindenféle ízület és gerinc kímélő, úgyhogy ez, azt gondoljuk, hogy hosszú távon nagyon jól fogja azt a célt szolgálni, hogy a gyerekek egészségesen nőjenek fel. Mindez a 350 gyerek, aki ezt használja nap, mint nap, szinte reggeltől estig, hiszen olyan plusz programok vannak, olyan sportkörök, olyan szakkörök, amelyek azt eredményezik, hogy egészen este 8-9-ig ki van adva a tornacsarnokunk. Saját szakosztályos tollaslabda, foci, szivacs kézilabda és kézilabda edzéseken, valamint néptánc órákon is koptatják az új padlót az iskolában. Zala és Bács-Kiskun megye mellett Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is megtartották a Biztonság hete rendezvényét. Ezen a fiatalok megismerkedhettek a tűzmegelőzés lehetőségeivel, és szimulációs játékokat is kipróbálhattak. A katasztrófavédelem, a rendőrség, valamint a Vöröskereszt munkatársai minden felmerülő kérdésre válaszoltak az érdeklődőknek. Ez egy orvosos kocsi, itt ugye minden nagyobb problémát el tudunk látni, hogyha valakivel valami nagyon nagy baj van, tegyük fel, történik vele egy baleset, nagyon-nagyon megüti magát, elájul. Így mutatták be a mentőautót a legkisebbeknek a Biztonság hete nyíregyházi rendezvényén. Korábban hasonló tartalommal Kresszfest néven tartottak interaktív bemutatókat. A kicsiket színező, kirakó, a nagyobbakat motorszimulátor, ütközésszimulátor és kerékpáros ügyességi pálya várta. A rendezvény a hatóságok összefogásával jött létre. A Baleset Megelőzési Bizottság célja, hogy csökkentsék a halálos közúti balesetek számát. A statisztikák szerint még sok az ittasan okozott baleset a megyében, de nem csak ez jelent problémát. Azt hiszem ez a probléma, hogy sokan sokféleképpen közlekedünk, egyféleképpen kellene közlekedni, már pedig a Kressz szabályainak megfelelően. Az, hogy mik a fő problémák, ezt szét kell bontani többféle közlekedési módozatra. Tehát a gyalogos közlekedésben ugye a legfontosabb veszélyforrás az a figyelmetlenség, a figyelmetlen úttestre lépés, hiszen ott kerül konfliktus helyzetbe egy nagyobb járművel, jelenleg a gépjárművel, ami sérülést okozhat. Kerékpárosok esetében megint más a fő baleseti forrás, ott már konfliktus helyzetbe kerülhet gyalogossal, kerékpárossal, járművekkel. Nyilván az egyik legtöbb problémánk a gyalogátkelő helyen való áttekeréssel van, de jelentős mértékű a kanyarodási szabályok megsértése, vagy elsőbségi szabályok megsértése a kerékpárosok részéről, és nagyon jelentős a kerékpárosoknál a baleset okozói szerepük. Személygépkocsi vezetőknél még mindig nem elegendő az a százalék, amiben bekötik magukat az emberek. Cél lenne a 100%, mindenki használja a jármű biztonsági berendezéseit. A katasztrófa védelem szakemberei a tűzbiztonságra helyezték a hangsúlyt. A cél, hogy minél szélesebb réteghez eljusson a megelőzés lehetősége. A rendezvényen főleg a fiatalokat célozták meg, és már az első óvodás csoport meglepő pontossággal töltötte ki a középiskolásoknak szóló tesztlapot. Nemrégiben elindult egy közös kampány, ne gyújtsa, gyűjtse szlogennel. Ez az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, illetve a Nemzeti Hulladékkezelési Koordináló és Vagyonkezelő ZRT közös kampánya. Célunk az, hogy minél tudatosabbá tegyük az emberek életvitelét, felhívjuk arra a figyelmet, hogy kellő öngondoskodással, illetve fegyelmezettséggel, szelektíven gyűjtve a hulladékot, minél kevesebb tűz fog bekövetkezni. A Magyar Vöröskereszt az újraélesztést tanította meg a fiatalokkal egy szimulátorbaba segítségével. De nem csak az iskolásoknak készültek programokkal, a kismamáknak is új lehetőségeket mutattak be a család és karrierponton. Ennek a szolgáltatásnak a lényege az, hogy a kisgyermekes anyák olyan munkahelyet találhassanak maguknak, amelyek mellett rugalmasan tudják összeegyeztetni a karrierépítés lehetőségét esetleg, de minden esetre a munkába való visszaállást és a magánéletet. Az, hogy több szabadidejük legyen, például egy ilyen programra, hogy kijöhessenek a családjaikkal. Ezen kívül pedig tanácsadásokat nyújtunk az ügyfeleink számára, munkaerőpiaci tanácsadást szakképzett kollégákkal.
A biztonság hetét Szabolcs-Szatmár-Bereg megye mellett Zala és Bács-Kiskun megyében is megrendezték. Csütörtökön megyénk területén több baleset megelőzési bizottság is tartott bemutatókat és előadásokat. A fiataloknak meg kell ismerniük a honvédelem ügyét, és alapvető katonai kompetenciákat kell kapniuk a honvédelmi nevelési programok során, hangzott el a József András Múzeumban tartott honvédelmi előadáson. Erre azért van szükség, hogy egy esetleges hadkötelezettség bevezetése alkalmával legyen egy előképzett, fiatal generáció, aki képes felkészülten részt venni a haza fegyveres védelmében. A József András Múzeum és a Hadügyminisztérium közös projektben mutatja be a megye és Nyíregyháza katona múltját. Ehhez csatlakozott a honvédség kezdeményezése, melyben a fiatalok honvédelmi nevelését tűzték ki célul. A két esemény a József András Múzeumban találkozott. Sok generáció nőtt fel anélkül, hogy a katonasággal, a katonasághoz bármilyen köze lenne, itt elsősorban a férfiakra gondolok. Nem árt az, hogyha egy olyan megye, mint Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, amely eredendően egy katona megye, teljesen a török kortól kezdve, ez egy nagyon jellemző tény erre a három megyére, hogy jelentős kuruc virtussal bírtak az itt élők. Én azt gondolom, hogy ez a szellemiség ez megmaradt. A rendszerváltás ugyan hozott némi törés, de azt gondolom, hogy a múzeum is, és a Honvédelmi Minisztérium is, a katonaság is jó irányba halad akkor, amikor a megyében megszervez honvédelmi oktatást, illetve magasrangú katonatiszteket hoz gyerekek közé, hogy elmondják, hogy az ő életük milyen, és a honvédség mit ad, a honvédség mit próbál társadalmasítás formájában a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye élőknek elmondani. A társadalmasítás során bemutatják a haderőfejlesztési program eredményeit, a modernizációs folyamatokat, a fegyverbeszerzéseket, valamint a tartalékos rendszert és a honvédelmi nevelési rendszert is. 2004-ben, amikor a sorkatonai szolgálat megszűnt Magyarországon, gyakorlatilag a családokkal elveszítettük a magyar állampolgárokkal a kapcsolatot egy bizonyos értelemben, hiszen már nem jönnek be katonai szolgálatra, nincs kötelező katonai szolgálat. Így nincs is tapasztalat arról, hogy a magyar honvédség mit tesz, hogyan ténykedik, mire használják fel az állampolgárok adóforintjait. És hát bizony egy modern haderő nélkül a mai világban azt láthatjuk, hogy rengeteg biztonsági kihívás és fenyegetés van, amihez a magyar honvédségnek is alkalmazkodnia kell, képesnek kell lennie ezeket a biztonsági kihívásokat kezelni. És hát nagy mértékben számítunk a fiatalokra, hiszen fiatal, tetterős, hazaszeretettel rendelkező fiatalokra van szükség ahhoz, hogy a haderőt folyamatosan személy utánpótlással tudjuk feltölteni, és hát felkészíteni őket arra, hogyha az élet úgy kívánja, akkor a hazafegyveres védelmében is készek legyenek. A honvédség a fiatalokat tartalékos, hivatásos vagy akár szerződéses katonai szolgálat vállalására is várja. A szombathelyi haladás elleni 4-1-es győzelemnek köszönhetően az újonc Kisvárda a 8. forduló után először nem áll kieső helyen a tabellán. Dajka László együttese az utolsó 4 meccsén 8 pontot szerzett. A hétvégén nem rendeznek fordulót az élvonalban. A Kisvárda Szolnokon játszik magyar kupa mérkőzést. Több szempontból is különleges volt a Kisvárda számára a haladás elleni bajnoki. Egyrészt Dajka László együttese megszerezte első hazai győzelmét, másrészt pedig több gólt lőtt a meccsen, mint összesen az előző 7 mérkőzésen. A gólok sorát Ilics Brana nyitotta meg, majd Horváth Zoltán lőtt közelről Király Gábor kapujába. A második félidő elején Matija Micsis 3 gólosra növelte az előnyt. A folytatásban Priskin szépített, de nem sokkal később egy kontra végén Ilics beállította a 4-1-es végeredményt. Érthető, hogy a vezetőedző nem csak a gólok számával, hanem csapata játékával is elégedett volt. Okosan futballoztunk, mint ahogy nyilatkoztam, és nem éreztem azt az igazán nagy dinamikát, ami volt az másik 3 mérkőzésen, de okosan játszottunk, amikor kellett, tartottuk a labdát, helyzeteket alakítottunk ki, és a vezetésünk tudatában pedig veszélyes kontrákat vezettünk, amelyeket góllal is be tudtuk fejezni. Tehát összességében azt mondom, hogy valahol ilyen mérkőzések azért ez közönség szórakoztató. A Kisvárda az első 4 meccsen elszenvedett vereség után a következő 4 mérkőzésen 8 pontot szerzett. A bajnokság negyedénél így a bennmaradás jelentő 9. helyen áll az újonc. Az elmúlt 3-4 mérkőzés, az idegenbeli MTK legyőzése, a Diósgyőrnek a hazai pályán való
mondhatom csúnya szóval lefutballozása. Ugyan eredményben nem mutatkozott, mert 1-1 lett a meccs, és hát a mostani már eredményben is sokkal jobb haladás elleni futball mutatja, hogy azok a játékosok, akik jöttek, azok NB1-et tudják. Még akkor is, hogyha az elején egy Ferencvárossal kellett játszanunk egy Videótonnal, egy Honvéddal, akkor is azt gondolom, hogy lényeges a változás. Annál is inkább, mert a játékrendszerünk gyökeresen megváltozott. A filozófiánk visszatért arra az útra, amelyet meghatároztam 8 évvel ezelőtt, és amit az egész klub képvisel. Tehát a mostani Lacival, a Laci vezetésével a mostani stáb azt gondolom, hogy teljes mértékben azonosul azzal, amit én megkövetelek tőlük, és tökéletesen végre is hajtják, a játékosok pedig eddig is ezt tudták. A Magyar Kupa országos táblájának első köre miatt a hétvégén nem rendeznek fordulót az NB1-ben. A Kisvárda vasárnap az NB3-es szónok otthonában lép pályára, majd egy héttel később Debrecenben folytatódik a bajnokság dajkalászó együttese számára. Több százan vettek részt a Nyíregyházi Egyetemen az Egyetemi Sport Nemzetközi Napja rendezvénysorozat programjain. A hallgatók a futballtól a tamburellón át a kosárlabdáig számos sportágat kipróbálhattak, emellett szűrő programokkal és életmód tanácsadással is várták az érdeklődőket. Az UNESCO 2015-ben szavazta meg, hogy szeptember 20-a az Egyetemi Sport Nemzetközi Napja legyen. A cél többek között az volt, hogy ez a nap világszerte ráirányítsa a figyelmet a sport fontosságára a felsőoktatásban. A kampányhoz csatlakoztak a hazai felsőoktatási intézmények is. A Nyíregyházi Egyetemen ma első alkalommal várták több helyszínen is a mozogni vágyó hallgatókat. Kezdtük ma reggel a labdarúgással, játékos sportvetélkedőt, röplabdát, különleges sportágakat, például délután ultimate frisbee-t próbálhatnak ki, speedmintont, tamburellót, úszhatnak egész nap, erdei futáson vehetnek részt az erdőben, úgyhogy kerékpártúrán vehetnek részt, rövid és hosszú túrán vehetnek részt. Úgyhogy én azt gondolom, hogy egy nagyon tartalmas program, szűrővizsgálatot igyekeztünk nekik biztosítani, táplálék kiegészítőt kóstolhatnak, úgyhogy azt gondolom, hogy nagyon változatosan betekinthetnek az egészséges életmód, az egészségtudatos életmód berkeibe, akár táplálkozás, akár pedig testmozgást illetően. Magyarországon a felmérések szerint a fiatalok sokkal kevesebben sportolnak a szükségesnél. Az egyetemi sportnapon azonban minden helyszínen nagy volt az érdeklődés. Sokan eljöttek, és sokan érdeklődnek. Úgy látom, hogy nyitottak, illetve én azt látom, hogy a fiatalok is keresik. Keresik a lehetőségeket, a mobilba és a tévébe zárt világból szerencsére keresik a kiutat, illetve keresik a valós közösségeket. Én úgy gondolom, hogy azért fontos, hogy olyan edzőterek, illetve olyan lehetőség legyenek, ahol nem csak a mozgást találják meg a fiatalok, nem csak egy gépbe leülnek és a telefonjukat nyomkodják tovább, hanem igenis egy jó közösségbe is tartozhatnak, és ez legalább annyira fontos, mint maga a mozgás. A Nyíregyházi Egyetemen több százan vettek részt a sportnapon, országos szinten pedig elérte az 50 ezeret a valamilyen sportágat kipróbáló hallgatók száma. Most pedig híradónk végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer néhány mondatban. Tizenhat fiatalnak biztosít ingyenes lakhatást Vásárosnamény az év elején indult Gólyafészek programban. A kezdeményezés célja, hogy helyben tartsa, valamint a városhoz és a Beregi térséghez kösse a képzett és dolgozni akaró fiatal párokat. A programban idén 8 ingatlant újít fel a Vásárosnamény önkormányzat. 45 millió forintból újult meg a Móri Zsigmond általános iskola kertvárosi tagintézményének tornaterme. A fejlesztés során speciális, izületeket kímélő parkettaborításra cserélték a talajt. Emellett öltöző felújítás és tisztasági festés is történt az iskolában, valamint egy eredményjelzőt is elhelyeztek a tornateremben. Zala és Bács-Kiskun megye mellett Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is megtartották a Biztonság Hete rendezvényét. Ezen a fiatalok megismerkedhettek a tűzmegelőzés lehetőségeivel, és szimulációs játékokat is kipróbálhattak. A katasztrófavédelem, a rendőrség és a Vöröskereszt munkatársai minden felmerülő kérdésre válaszoltak az érdeklődőknek. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták szeptember 20-án csütörtökön. Friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk majd Önöket. Tudósításainkat addig is internetes oldalunkon elérik. Én munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Szép estét, viszontlátásra!
Holnap még késő nyári időre számíthatunk. Döntően anticiklon, leszálló légmozgás alakítja térségünk időjárását. A hűvös hajnalt még nyáriasan meleg nappal követi. Az éjszaka folyamán gyengén felhős, illetve derült idő várható. Eső nem lesz. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad. Reggelre általában 9 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben gyengén felhős, napos időre lehet számítani csapadék nélkül. A déli szél helyenként megélénkül. Délutánra 28 fokig emelkedik a hőmérséklet. Fronthatás nincsen térségünkben. Szombaton a Kárpát-medence felett egy erős hidegfront vonul át, amely változékony, szeles időt okoz, több helyen esővel, záporral és jelentősen gyengül a nappali felmelegedés. Vasárnap a változóan felhős ég mellett általában több órára kisüt a nap, napközben kicsi a csapadék esélye. Hétfőn újabb hidegfront éri el térségünket, ennek felhőzetéből is több helyen elered az eső, záporeső. A következő napokban változóan felhős időre van kilátás, hosszabb, rövidebb napsütéssel, helyenként záporral. A sok évi átlagnál jóval alacsonyabban alakul a csúcs hőmérséklet, és csípősek lesznek az éjszakák.